És ő szerintem az ideális nő az olyan, hogy azt nem lehet mással megszerezni, csak szerelemmel. Tehát nem úgy, hogy oda mész hozzá, és akkor mondod neki, hogy szia, baby, elmegyünk egy ilyen bárba, vagy valami ilyesmi, és kész. Igen, tied vagyok. Kemény harccal bírod megszerezni. Én, mikor pici voltam, nem is voltam olyan pici, hát körülbelül olyan ötödikös lettem, amikor elkezdődtek a lányokról szóló vágyaim, és akkor éreztem azt először, hogyha nekem lesz is valamikor ilyen barátnőm, vagy feleség, vagy valami ilyesmi. Hogy néz ki? Hát ez hosszú szőke haj, gyönyörű kék szemek, rúzsos száj, olyan lábak, hogy formásak, és ott be ne kell jönni. Szóval, De nem azért mondom, hanem nekem nem ez a fontos, nem a külső a fontos, mondjuk hát az arc, az meg a lábát, az természetesen a minden fiúnál, de... És ki lesz az úr a házban állatok? Én? Igen? Igen. Majd masni ilyen csokornyakendő, ami egyáltalán amire fölnövök, akkor még lesz csokornyakendő, felöltözök szépen a öltönybe is. Asszony, készítsd a kakaómat! Ez lesz, igen? Igen. Nem, úgy csinálom, hogy azért normálisan éljünk. Tehát né úgy, hogy jaj, vedd már meg nekem azt a ruhát, mert ki van bélelve, gyöngyösen, meg minden. És még azt hagyd mondjam el, hogy ha egyáltalán lesznek gyerekeim, akkor mindenképpen lányt szeretnék. Mert? Hát mert szerintem nem azért mondom, hogy most így leégessem magamat, mert fiú vagyok, de szerintem a lányok azok sokkal kitartóbb szelleműek. Okosabbak a lányok, ezt mondod? Na végre ezt mondja egy fiú, látod. De nem azért, hanem én hogyha közösségben vagyok, akkor mindig azt mondom, hogy jaj, mert hát a fiúk az okosabbak, hát ez teljesen természetes, hát miért? De egyébként itt a szívem én azt érzem, hogy a lányok az okosabbak. Mert szerintem azok tapasztaltabbak az életem. Hát mondjuk abban, hogy mindent összevásárolnak, amivel nem, de...